Az ünnepek alatt ránk leselkedő veszélyekre hívja fel a figyelmet a tűzoltóság ebben a videóban. Az, hogy csak a gyertya égjen karácsonykor és ne az otthonunk, csak néhány alapvető dologra kell odafigyelni. Már a karácsonyfa helyének megválasztása is ilyen. A fát a függönytől, könyves polctól távolabb, stabil talba ékelve állítsuk fel, úgyhogy ne tudjon eldőlni. A fát pedig csak megbízható helyen vásárolt fényfüzérekkel díszítsük. Tudni kell, hogy a karácsonyfák gyúlékonysága napról napra fokozódik, mert a kiszáradt, gyantás fenyő könnyen akár egy csillagszóró szikrájától is meggyulladhat, ezért ezzel is elővigyázatosan kell bánnunk az ünnepek alatt. Tudnunk kell azt, hogy ezek a fák nem frissen vágottak. Ezek gyakorlatilag már félszáraz állapotba kerülnek be az otthonunkba. És a napok elteltével ezek egyre szárazabbá válnak, és egy-egy ilyen csillagszóró használatával könnyen meggyújthatjuk a magas gyantatartalmuk miatt. Mindenféleképpen azt javaslom, ha használunk is csillagszórót, azt ne a fára helyezve gyújtsuk meg, hanem esetleg kézben, vagy nem éghető tárolóeszközben elhelyezve élvezzük ennek a látványát. Ha megtörtént a baj, fontos, hogy az így keletkezett tüzek oltása előtt áramtalanítsuk a környező elektromos berendezéseket. Ha a karácsonyfa kigyulladt, húzzuk ki a konnektorból a lámpafüzért. Abban az esetben, ha az égő karácsonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk le a fenyőt és dobjunk rá egy vagy két szétnyitott pokrócot. A pléddel elfojtjuk ugyanis a tüzet, és megakadályozzuk, hogy a lángok a szoba berendezési tárgyaira átterjedjenek. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezt a veszélyt ő saját maga el tudja hárítani, akkor ezt tegye meg minél gyorsabban. Ha úgy ítéli meg, hogy ő erre képtelen, akkor minél előbb adja el a lakását, csukja be maga után az ajtót, értesítse a szomszédait, amennyiben társasházban van, és mindenféleképpen 112-es segélyhívón keresztül értesítse a tűzoltóságot, még akkor is, ha esetleg eloltott tűzről van szó, mindenféleképpen jelentse be ezt az eseményt. Az ünnepek alatt ne feledkezzünk meg az égő mécsesekről és adventi koszorúkról sem. Ha már nem tartózkodunk a helyiségben, fújjuk el a gyertyákat, mert ha égnek, a közeli dekoráció lángra kaphat. Nem szabad elfelejteni, hogy minden esetben, még akkor is, ha sikerült a tüzet eloltani, bejelentést kell tenni a 112-es egységes segélyhívó számon.